templomi harangokat tesznek ki. De ezt a templom 65 kilós bronz harangját felfüggesztésével együtt lopták el. Tudja meg, nagy vétek. Hát nekem olyan rosszul esett vasárnap, amikor öregén szoktam harangozni áldozáskor, biamisé, és nem volt, hogy szinte kellett csípni. Az ellopott Szent Kinga harang öntése 2500 euróba került. Ez a fájú, hogy az elmúlt két hét alatt ugye második harangot itt a Hargita egyik keleti, meg a másik a nyugati oldalán tűnt el, vitték el a harangot, a szelterszit összetörték. Kiderült a Széchenyit is. Halászok találták meg az oldva dobott tartó szerkezetét. Gyermek megkapta a kötelet, meglátta a víztetein, kezdte húzni, mi halasz gyerek, hát nem bírja. A rendőrök segítettek kiemelni a folyóból, csak gyanítják ki a tettes. A bizonyítékot még keresik. A bizonyíték esetén minősített lopással vádolják a tettest, amiért 15 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. Mindent lopnak, ami fémből, színes fémből van, mondja a szóvivő. Azok, akik inkább nem hivatalosan dolgoznak, azok nagyobb árakat adnak, mint a hivatalosan működő cégek, ezért aki ilyen lopott anyagot ad le, az arra törekszik, hogy minél több pénzt kapjon, illetve természetesen akkor nem hozzá. A legálisan működő vaslerakatoknál valamennyi ügyfél adatait rögzítik.